Start! Start, elindult a nap 6. futama, így jackpotos Svájc Handicap. Egészen komolyan játszották a fogadók, Beatriz Galindo Étit és Overnight-ot is. Ők ketten mennek el vezetni a startot követően. Utóbbi az Overnight Budai Attilával sétál az érre. Jürök Nobel, valamint Tárkány vannak ott mögöttük a 3.-4. pozícióban. A Tárkány is hiba nélkül letudta a startot. A folytatásban Pozsony sziklaszírt szokásos lassú startjával egyelőre a mezőny végén, ahonnan Urban Legend igyekszik elmozdulni. Hát tulajdonképpen egy-két kivételtől eltekintve ez egészen pontosan kettő libasorban a mezőny. Tárkány, illetve Urban Legend van kívül, hát nem túlságosan gyors a versenynek ezen szakasza. Most már Tárkánnyal is be tud ülni, hajtója Bizvak Dániel a falra. Overnight nagyon kényelmesen tud vezetni. Előnye másfél rossz Beatriz Galindo Étivel szemben. Unique Noble, illetve kívülről most már Urban Legend a 3.-4. Tárkány az 5. A folytatásban Pozsony, illetve sziklaszír, tehát egyelőre békésen csordogál a futam. Egy körrel a vége előtt még mindig könnyedén kézből vezet Overnight. A 11 éves Herrér diktálja tehát az iramot, nem kap támadást. Akkor, amikor érkeznek a második kanyarba, külső spúron Urban Legendet láthatjuk egyedüliként. Tőle bejebb Beatriz Galindo üget, Unique Noble őrzi a 4. helyet, aztán pedig Tárkány következik, majd Pozsony, illetőleg sziklaszír, de hát sziklaszírt a végén nagyon tud jönni, és azért nincs ő annyira messze a vezető lótól, talán majd az istálló kanyarban elindul, amint azt például Tárkány igyekszik megtenni, hiszen ő is kiment a második spúrba, és fölüget oda Urban Legend hátára, sőt még annál is előrébb, hiszen ott a 3. spúrba egy pillanat alatt sebességet váltott, és tulajdonosával akár át is veheti majd a vezetést. Overnight nem tud kellően gyorsítani, innen legalábbis úgy tűnik, hajtója biztatására Tárkány pedig érre tud állni, azonban a legbelső spurt még nem birtokolja, most már azonban ez is megtört. Ő húzza a mezőnyt, vajon kap-e támadást? Hát igen, elég hosszú hajrát nyitott Tárkány, az első kör a sikeres volt, tehát még azért 300 méterre hátra van. Overnight, Urban Legend nem tűnik frissnek, Beatriz Galindo Étit, Unique Noble, sziklaszírt a lovak sorrendje. A befutóra fordulva Tárkány vezet, hát mögötte Overnight azért egészen könnyen jön, és Unique Noble-nek is jó momentuma van, Tárkány pedig egy-két lépés, sőt többet is elvét, kiesik a versenyből. Overnight az élen, Unique Noble jön, illetve egészen kívül sziklaszírt, Unique Noble sziklaszírt, illetve Overnight, ők küzdenek a győzelemért. Overnight vagy Unique Noble, Unique Noble Erdély Péterrel egy picit előrébb, és Unique Noble megnyeri a futamot Overnight-tal szemben. Bent a falon nagyon könnyű harmadik lesz Beatriz Galindo Éti, végül csak 4. sziklaszírt.